Sziasztok, Borsos Tímea vagyok, üdvözlök titeket a csatornámon. Most egy egészen komplett kirakással készültem ilyen több részesre. Mégpedig a központi rész egy új érzelemnek az elindulása, ahogy az ifjú kelyhek apródja kibontakoztatja hát érzelmeit és új lehetőségek felé nyit. Ez egyébként az érzelmeinkre is utalhat, de konkrétan személyre, egy férfire is, ami itt van. A két lap, ami már erre megoldás, hogy hogyan tudnád ezeket az induló érzelmeket feloldani. Az egyik az, hogy az uralkodónőt erősíted magadban, akkor is, hogy a férfi vagy. Tehát az uralkodónő, a teremtő erő az, amit erősítesz magadban, a másik pedig a mozdulatlanságnak a feloldása. Most már eleget tudsz, most már átgondoltad a dolgokat, most már ezeknek nem kell, hogy hassanak az életedre. Ami keresztezi azt, hogy ez az érzelem elinduljon, az az érmék hatosa, vagyis az adáskapás egyensúlya. Tehát folyamatosan kommunikálnod, figyelned, időt szánnod kell a másikra, és jelezned, hogyha nem kapod eléggé vissza. Tehát a folyamatosság, a folyamatos kiáramlás és a folyamatos befogadás az, ami feloldja ezt a helyzetet, és megengedi, hogy az érzelem apród elinduljon, és áldássá váljon az életetekbe. Amin ez a helyzet a múltban alapszik, tehát a múltban volt egy olyan férfi erő, aki nem tudott elindulni. Ez a nőben is lehet egy olyan férfi erő, aki nem tud a vágyai szerint, vagy aki szeretett volna a vágyai érzelmei szerint cselekedni, és ez blokkolva volt nála, nem találta meg a megfelelő körülményeket, hogy az érzelmeit kiteljesítse, hogy az érzelmi vágyai felé elindulva megteremtse azt az érzelmi biztonságot, amit szeretett volna. Amin alapszik, az a belső harc, tehát egy ilyen belső küzdelem, karmatikus sebek, gyötrő gondolatok, nehéz helyzetek megoldása, tehát bármi, ami belül felbukkan, és valamilyen szinten az önszeretettel, az önelfogadással és az önbizalommal van összefüggésben, tehát, hogy amikor a vágyaink felé el akarnánk indulni, de belül ilyen gátló mechanizmusok beindulnak, hogy ezt nem lehet, ezt nem szabad, ezt nem fogadnák el, stb. Tehát ezen alapszik, hogy nem indul el ez a kis apród teljes lendülettel. Ezt most már föl is tesszük, hogy ezt próbáljuk meg egyensúlyba tartani, és akkor már nem fog gátlólag hatni. A jelenben a botok apródja a vágyai felé elinduló férfi, ugye, tehát itt az érzelmei felé elinduló férfi, vagy fiatal, vagy a mi férfi részünk, hogyha nők vagyunk, a kulcskérdés, és itt, ami a jelen pillanatban van, az ugye a vágyak szerint induló, tehát a vágyak elindulása, az van blokkolva, mint hogyha félnél most jelen pillanatban a vágyaid megélésétől, mint hogyha túl erős lenne az a félelem, ami itt is megjelenik, tehát, hogy ami benned harcol, az túl erős ahhoz, hogy elindulj a félelmeid felé, és megteremtsd a vágyaidat. A jövőben úgy tűnik, hogy a bolond árkánuma lesz a kulcs, tehát a jövőben egy nagyon erős energia fog elindulni. Ugye a bolond az az új energiák, és az egész taró útja ennek az új energiáknak a beavatása, tehát az új energiák megérése, az új energiák, tehát a bolondnak a bölcsi avatása. Gyorsan meg is lessük. A bolond egy utazás kezdetét jelöli, a bennünk élő, még kiforratlan, ártatlan, kíváncsi és lelkes gyerek archetípusa, és ez válik ugye a bölcs archetípusává a folyamat végén. Gyorsan ezt még kicsit elemzem.
Tehát szokatlan és eredeti döntések üzenete, ne féljünk fejest ugrani az ismeretlenbe, a komoly helyzetekbe is adjunk teret játékos énünknek, válaszúthoz érkeztünk, de fogalmunk sincs, hogy melyik út hova vezet. Választjuk ki azt, amelyik a legjobban tetszik, és vágjunk bele bátran és könnyű szívvel, önbizalommal telve fogadjuk el a kihívásokat. Vigyázzunk azonban, hogy ne cselekedjünk könnyelműen és meggondolatlanul, vállalni a szükséges kockázatot nem ugyanaz, mint fejjel rohanni a falnak. Lakmérőségünkért gyakran hosszú és boldogtalan úttal kell fizetnünk, tehát ez azt jelenti, hogy a félelmeinket előtte meg kell oldanunk olyan szinten, hogy szembe merjünk vele nézni. Tehát tudat fényévé kell tenni azokat a félelmeket, megbeszélni, kibeszélni, leírni, elengedni különböző, hát mondjuk így szertartásokkal, tehát így vagy az, hogy fogod magát a gondolatot is, elképzeled, hogy így kifújod magadból, és egy ilyen fekete füstként eltűnik a semmiben, esetleg, ahogy én szoktam, hogy fogod a papírt, és elégeted, és nézed, ahogy végig ég. Tehát a bolond az egy nagyon jó energiának az ígérete, annak az ígérete, hogy nyugodtan belevághatunk ebbe a lendületbe, mert hogy akkora energia van bennünk ezáltal az érzelem által, ami nagyon messze fog minket vinni, át fog repíteni minket az akadályokon. Most jelen pillanatban a remete helyzetünket oldjuk fel, tehát minthogyha sokáig lettünk volna egy ilyen mozdulatlan, befelé figyelő állapotban, és most, minthogyha a lelkünk egy fontos üzenete által ezt a remetességet föl szeretnénk oldani, és ez olyan, mint amikor a jégcsap elkezd olvadni a tavaszban, egy ilyen energiában vagyunk. Abszolút jó dolgokat vonzunk a környezetbe, ugye ez a győzelem lapja, tehát a környezetünkben megjelenik egy csomó siker, rengeteg teremtésünk érik be ezáltal, hogy mi engedünk ennek az erőnek. A félelmeink lapja azt mutatja, hogy ez a félelmeink és vágyaink félelmeink és reményeink, mondjuk így, tehát a félelem az úgy tűnik, hogy azt mutatja, hogy egy átmeneti jólét vagy kedvező időszak után valaki beleszól, tehát hogy túlságosan a környezet által befolyásolva leszünk, attól félünk, viszont a reményünk az az, hogy ez alapvetően érzelmileg egy jó szituáció lesz számunkra. Aztán a félelmünk az az, hogy helyre kell tennünk a karmatikus dolgainkat, a belső megfejlődetlen eseményeinket, viszont a reményünk ezzel kapcsolatban az, hogy a világnak elrejtett működését, a sötét erőket egy sokkal mélyebb szinten megértjük, ami átlag ember számára nem hozzáférhető. A szerencsekerék lapja azt mutatja, hogy félünk attól, hogy a dolgok nem kedvező módon alakulnak, viszont a remény arra, hogy megtaláljuk az összes karma törvénynek a tapasztalati bizonyítását ezáltal a cselekedet által. No és, amit ad nekünk itt 3 hónapon belülre, mint úgymond idézőjeles jóslat, tehát jelen energiákból fakadó 3 hónapi energia, az a kardok 9-es, amikor gyötrő gondolataink vannak, félelmeink vannak, nem tudunk tőlük aludni, túl gondoljuk a dolgokat, magunkba zárkózunk, és nem fogadjuk el a segítséget. És hát ez önmagában azt jelenti, hogy ha így folytatod, és nem fogadod a segítséget, és nem hozod helyre ugye az adáskapás egyensúlyát, tehát nem mondod ki, ami bánt téged, nem mondod ki, amitől félsz, nem akarod ezt a másikkal megbeszélni, feloldani, nem, a szőnyeg alá söpröd a problémát, és nem nézel szembe vele, akkor ez bizony álmatlan éjszakákat fog neked okozni, és óriási belső harcokat, ami itt is megjelent, hogy ez akkor nem fog feloldódni. Tehát itt ez egyébként a remetének, ami itt megjelent, hogy ez oldódik most fel, és valószínűleg ehhez kapcsolódik ez a sok-sok gyötrő gondolat.
Tehát a feladatod az, hogy ha feloldod ezt a remete állapotot, akkor merj kapcsolódni újra a világgal, és most már a belső megszerzett tudással és bizalommal, igenis, itt az ideje, hogy tovább lépj ebből az állapotból, és ugye itt a gondolatoknak a túl dominanciájára ról van szó, tehát ne hagyd, hogy a gondolataid befolyásoljanak, hiszen a képzelet teremti a valóságot, tehát neked éppen elég az, hogyha elképzeled azt az állapotot, amit szeretnél elérni, tehát nem a kétségeidbe merülsz be, és azt valósítod meg, hanem ugyanannyi energiával elképzeled a lehető legjobb végkimenetet, és azt valósítod meg. De erre kértem még itt segítséget, úgyhogy nézzük, hogy mit mond a taró, hogy mivel lehet még ezt a gyötrő gondolatok lapot teljes mértékben feloldani. Először is az illúzióknak a feloldásáról van szó, tehát, hogy ne őrizgessél titkokat, ne kerges ideákat, ne akarj tökéletes lenni, ne akarj titkos stratégiákat, hamis szándékokat kreálni a másiknak, és hogyha ez nem történik meg, akkor te sem ezt fogod visszakapni, hanem te is egy tiszta szándékot fogsz visszakapni. Aztán itt a mozdulatlanság lapja arra utal, szintén ugyanaz a lap, tehát, hogy ez nem ugyanaz, bocsánat, tehát, hogy majdnem ugyanaz, tehát, hogy ebből következik ez. Tehát ezt az elméd gondolatai közé szorulást, ezt a megkötözöttség érzést, ezt a gondolataiddal kreálod, és azt kell feloldanod. Tehát nézőpontot kell váltanod, olyan gondolatokat kell tudatosan választanod, ami által feloldódnak ezek a kötelek, és kinyílhat a szemed. Tehát egyfajta ősbizalom kell, hogy domináljon, hogy ez föloldódjon. Tehát, hogy ne attól félj, hogy bántani fognak, hogy átverni fognak, hanem bízd magadban, hogy ha ezt megteszik, akkor is meg tudod oldani ezeket a dolgokat. Itt a botok királynője jelenik meg, tehát, hogy megoldás az, hogyha a női erőidnek a vágyai felé elindulsz. Ez egy, hogyha fizikai személy, mondjuk te nő vagy, akkor, vagy hogyha férfi vagy, akkor egy olyan nő, akire vágysz. Tehát ez a tűzre pattant menyecske, aki megteremti az otthon melegét, és minden vágyát kifejezi, és mindent megtesz azért, hogy megélje. Tehát az uralkodó nőnek, amit az elején kijött, annak az az aspektusa, aki a vágyait éli, és nem fél kifejezni. Itt a túlszokás lapja jelent meg, ezt kell elengedni, tehát most átmenetileg, minthogyha nem lennénk elégedettek azzal, amit kaptunk, főleg a fizikai síkon, minthogyha nem az érzelmeink szerint történnek a dolgok, és kicsit úgy csalódottak vagyunk, hogy nem ezt terveztük, nem ilyen megvalósulást akartunk, és kicsit így, hát így csalódtunk, hogy így kaptuk meg, de megkaptuk a vágyainkat, és itt pont az a lényeg, hogy van olyan érzelmi lehetőség, amit nem veszünk észre, és hogy ezt a segítőkezet, ami nyúlik felénk, a szó, a tett, a kedvesség, azt vegyük észre és fogadjuk el. Itt van az érzelem maximuma, az a fehér tízes, a teljesen tökéletes családot jelenti. Hogyha most jelen pillanatban el tudod képzelni, és élni tudod most jelen pillanatban azt az állapotot, amiben szeretnél helyezkedni, akkor ez az állapot meg kell, hogy valósuljon az életedbe. Tehát most, hogyha mondjuk egyedül vagy, akkor képzeld el azt, hogy nem vagy egyedül, hogy már abban a kapcsolatban élsz, milyen érzés, milyen gondolatok vannak benned, hogy kelsz fel reggel, hogy alszol el este, mi az, amit tapasztalsz azáltal, hogy éled ezt a családi, úgymond kellemes környezetet, amire vágysz.
Hogyha ez egy kapcsolaton belüli újra fellendülés, vagy a kapcsolaton belül nem úgy történnek a dolgok, ahogy szeretnéd, akkor nagyon erőteljesen képzeld el legalább 68 másodpercig azt a jelenetet, amiben a legjobban éreznéd azt, hogy a másik mellett biztonságban, boldogságban, örömben és békességben vagy. Az önfejlesztés az mindenképpen hasznos, és egy kapcsolaton belül szinte elkerülhetetlen a közös fejlődés, tehát amit a másik mutat neked, azt érdemes asszertíven kommunikálni, és közösen fejlődni ezáltal. Itt el kell dönteni valami anyagi dolgot, úgy tűnik, hogy az anyagi vágyaink, vagy az anyagi világban való megvalósulás az, ami vacilálunk, és talán fizikailag nem olyan szinten jelennek meg a dolgok, ahogy mi ezt elsőre szeretnénk, de hát mondjuk, mit tudom én, nem úgy néz ki az illető, akire annyira vágytunk, vagy nem azt a házat vettük meg a házasságunk elején, amire szükségünk volt, vagy mit tudom én. Tehát, hogy itt nagyon sok fizikai, anyagi, tehát konkrét materiális dologról lehet szó, aminek igazából a megoldási kulcsa, hogy meg lehet teremteni mind a kettőt, nem muszáj választani. Ez egyébként a főpapnőnek az egyik kis árkánuma, tehát ezeknek a sötét erőknek a működésének a megértése megteremtheti azt a vágyat, amivel el tudsz tekinteni, tehát nem is az, hogy el tudsz tekinteni, hanem el tudod fogadni, sőt örülni tudsz neki, hogy így valósult meg fizikailag ez a történet. Úgy tűnik, hogy ez egy remek szövetségnek ígérkezik, tehát hogy ez az, amikor ünnepelni van okunk, egy olyan szerződést kötünk, mondjuk így, ami mindenképpen jövedelmező számunkra, és ez egy ilyen belső szertartás ennek az elfogadása, tehát hogy erre van szükségünk, egy ilyen belső szertartásra, hogy ezeket a gyötrő gondolatokat elengedjük, tehát tanuljunk meg hálásak lenni azért, ami van, és ne arra fókuszáljunk, ami nincs. Itt rengeteg lehetőséget kapunk, rengeteg olyan lehetőségünk van, amit még észre is vesztünk, ez az érdekes, mert itt ugye nem arról van szó, hogy nem tudunk dönteni, mint itt a másik lapnál, hanem itt pontosan arról van szó, hogy rengeteg lehetőséget látunk magunk előtt, és rengeteg jó lehetőséget látunk magunk előtt, és ezek között a végtelen lehetőségek között veszünk el szinte, minthogyha azért lennének gyötrő gondolataink, nem tudjuk, hogy melyik jó lehetőséget válasszuk. Hát a legjobbat. Én azt szoktam mondani, ez is egy ilyen technika, hogy tedd meg azt, amit nem vagy képes nem megtenni. Hát remélem, hogy ez így érthető. Tehát ami a legjobban fájna, ha nem tennéd meg, azt kell megtenni ilyen sok jó esetben. Na, itt újra megjelent ugyanaz az adáskapás egyensúlya, na ez most már tényleg ugyanaz, tehát hogy ez az érmék hatosa azt jelenti, hogy garanciákkal adjál. Ez azt jelenti egészen pontosan, pontosabban az, hogy ne legyen olyan dolog, ami nem a vágyaidat táplálja. Tehát, hogyha te, mit tudom én, csirkefarmot szeretnél létrehozni, akkor ne, mit tudom én, autógyárat építs. Tehát, hogy most ez szélsőséges példa, de erre vonatkozik az, amit már egy korábbi videóban mondtam, hogy erre vonatkozik az a bibliai idézet, hogy ne főzz kecske gidát anyja tejében. Tehát, hogy hagyd, hogy megszülessenek a vágyaid, és ne folytsd el őket már a kezdeteknél, hanem engedd, hogy kibontakozzanak, és olyan dolgot ne tegyél, olyan dolgot ne táplálj, olyan dologban ne öljél pénzt és időt, ami tudod, hogy nem a vágyaid felé visz. Tehát csak azért ne legyen B-terved, hogy az át megszabotáld. Akkor azért legyen B-terved, hogy az át megtámogasd, és egy ilyen védő hálót vonjon köré. És nagyon fontos, hogy mivel ölöd az idődet, az energiádat és a pénzedet,
Méghozzá itt ugye kapcsolatról van szó, tehát hogy itt gyötrő gondolatok is, hogy olyan dolgokba fogod, vagy nem tudsz elég időt meg energiát szánni a másikra, hát itt ez csak elhatározás kérdése. Tehát mit tudom én, messze lakik, és attól félsz, hogy sok lesz az úti költség, meg sok időbe fog telni az utazás, stb. Hát azt meg lehet oldani nagyon ügyesen és okosan. Rengeteg lehetőség van arra, hogy így úgy spóroljon az ember. Hát most nem fogok tippeket adni, nézzetek utána, de hogy igazából minden csak megoldás kérdése. Minden csak egy adott állapot, és minden probléma egy feladat, egy megoldandó feladat, amit könnyedén meg tudunk oldani, ha odafigyelünk. Na itt újra megjelenik nekünk a szerencsekerék, ami itt a reményeink lapja. Itt ebben a pillanatban pont azt jelenti, hogy tanuld meg a karma törvényeket, tehát ezt a gyötrő gondolatot úgy lehet feloldani, hogyha megtanulod azt, hogy a képzelet teremti a valóságot, te vagy a szerencsét kovácsa, minden visszatér hozzád, stb. Tehát, hogy az összes... igen, képzelet teremti a valóságát, most nem fogom felsorolni mind a 10 alsó és felső törvény, tehát összesen 22 törvény van, ugye? Ez úgy jön ki, hogy 10 felső, 10 alsó, plusz a bolond, meg a 12-es, vagyis a nézőpontváltás, tehát így jön ki a 22, még mielőtt valaki itt belekötne, hogy nem jól mondom. Vagy nem tudok számolni. Itt az érzelmi lehetőség, a feltétlen szeretetnek a befogadása és leföldelése fontos ennél a gyötrő gondolatoknál, tehát ne akadályozd az érzelem áramlását, ne állítsd le csak azért, mert félsz tőle, hagyd, hogy ez a feltétlen szeretet, ez az égi ajándék megérkezzen a testedbe, és ne lökd ki, hanem fogadd be, vezesd át a testeden, tehát egészen konkrétan képzeld el, hogy a korona csakrától végigmegy a testeden ez a szeretetenergia, és kimegy a talpaidon keresztül, tehát konkrétan földeld le ezt a rengeteg pozitív energiát, mert hogyha nem tudod befogadni, tehát rengeteg érkezik most jelen pillanatban, hatalmas mennyiségű feltétlen szeretet érkezik az életedbe, ez a Szentlélek által ugye berepülő kis galamb, az a feladat, hogy... feladat, igen, hogy elfogadd ezt az égi ajándékot, és éljél vele, ne hagyd, hogy ez elveszten, ugye túlcsorduljon, és elveszten gyakorlatilag a semmibe. Tehát, hogy értékeld ezt a feltétlen szeretet áradatot, ami téged ér, és ezáltal szintén, tehát hogy a feltétlen szeretet az, ami feloldja ezeket a gyötrő gondolatokat, tehát hogy ne feltételek között szeressél, tehát ne akkor, hogyha ilyen-olyan munkája van, vagy ennyi pénze van, vagy kocsija van, vagy tudom én, bármi, hanem igenis, vagy mit tudom én, hogyha elvisz vacsorázni, csak akkor, vagy... nem tudom, de rengeteg minden lehet, nyilván mindenki érti, mire gondolok. Tehát feltétlen szeretet legyen, de figyelj arra, hogy azért a kapjál is vissza, tehát hogyha nem kapsz vissza, akkor azt jelezd őszinte kommunikációval. Mint ahogy itt, hát mondjuk ez az illúzió lap feloldása jelzi. Úgyhogy itt elég sok megoldási lehetőséget kaptunk, illetve hát ilyen blokkok feloldását. Tehát igazából pont ez a vicces, hogy egy pillanat alatt meg lehet ezt tenni, és mi sok képesek vagyunk sokszor évekig gyötrődni ezeken a gondolatokon, és nem csak 3 hónapon belül, hanem nagyon-nagyon-nagyon sok éven keresztül ezekkel a gyötrő gondolatokkal kelni és feküdni, szóval hát ezt nem szabadna megengednünk saját magunknak, értékeljük a saját lehetőségeinket és a saját érzelmi világunkat annyira, bízzunk annyira a lelkünkbe, hogy ez a lehetőség számunkra jót hoz, akármi is legyen a vége, és hogyha esetleg nem lesz pozitív számunkra a vége, akkor mi ezt meg tudjuk oldani. Úgy gondolom, hogy a legjobb dolgok, amiket, vagy legjobban ezeket a dolgokat érdemes elengedni, tehát itt az anyagi, tehát
ezeket a ködös dolgokat, amik az illúziók, az ideák, a titkok, a titkos stratégiák jelentése, és az anyagi dolgok, ami ugye itt is megjelent, hogy nem tudod eldönteni, vagy anyagi szinten nem tudsz harmóniát teremteni most még jelen pillanatban. Na, ezekkel kapcsolatos gyötrő gondolatokat most elengedjük, ugye itt anyagi világ körülményeit, és azoknak a megvalósításának a feltételeit, hogy úgy mondjam, ezt most itt szépen elengedjük, nincs erre szükség a továbbiakban. Nos, hát akkor remélem, hogy tudtam nektek segíteni egy kicsit erre az induló érzelemre, ezzel a kirakással, és hát megköszönöm, hogyha megírjátok, nem is most, hanem esetleg később, hogy hogyan alakult, mit tudtatok ebből hasznosítani, és mi az, ami tényleg bevált. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, találkozunk a következő videóban. Szép napot!